A Magyar Falu programnak köszönhetően mintegy 10 millió forintból megújult a közösségi tér erken. A közösségi ház eddig rendben nem tett részeit korszerűsítették, így a külső homlokzatot újra színezték, és a lábazat műgyantás felületkezelést kapott. Kicseréltek két ablakot, és új fűtési rendszert alakítottak ki. Akkor vagyunk méltók az őseinkhez, ha mindent ápolunk, ha építünk és hozzáteszünk, mindent fenntartunk és mindent működtetünk. Itt Erken is az elmúlt időszakban óvoda, polgármesteri hivatal, iskola, iskolaszány, tornaterem, közösségi ház, templom, orvosi rendelő, nagyon sok minden megújult, egy bölcsőre építés is előttünk van, és hát éppen a főútnak a felújítása is zajlik, ami nem sokára elkészül, és azt is átadhatjuk. Az épület padozata részlegesen megújult a burkolatok cseréjével, valamint a belső falszerkezeteket is esztétikailag szebbé tették. Három használaton kívüli helyiségnek találtak új funkciót. Teakonyhát, raktárat és irodát alakítottak ki. Építünk hűen augusztus 20-ához, nemzetünk születésnapjához, és országunk születésnapjához, és hülyen ahhoz, amit Szent István király a fiának tanított, hogy őseink, amit tanítottak, azt tartsuk meg, hiszen aki ezt elfelejti, azt a Jóisten intelmét is elfelejti, és ez nagyon fontos számunkra. Isten éltesse Magyarországot, Isten éltesse Erket, fejlesztünk és építsünk tovább, ezt a járt utat járatlan és soha el ne hagyjuk. Erkenek is ünnepséget is tartottak, ahol az Erkösségért közalapítvány elismerésében részesülő tanulókat jutalmazták. Ezt követően átadták a Virágos Erkért díjakat. Az ünnepséget előadással és tűzijátékkal zárták.